Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Számos irodalmi évforduló kötődik 2023-hoz, amelyek jelentős mértékben kapcsolódnak a tiszántúli református egyházkerülethez. Gondoljunk csak arra, hogy 1823. januárjában Szatmár Csekén írta meg a himnuszt Kölcsey Ferenc. De számos területen fűződik kapcsolata 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándornak is az egyházkeret településeihez, gyülekezeteihez, személyiségeihez. 250 évvel ezelőtt született Csokonai Vitéz Mihály is, akinek a debreceni és kollégiumi kapcsolatai, nos, finoman szólva is, változatosak. De legyen szó bármely alkotóról is, az Istenhez fűződő viszonyukat számos formában versbe foglalták. Erről beszélgetünk mai vendégemmel, Győri János irodalomtörténésszel. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét kívánok. Áldás békesség. És boldog új esztendőt. Viszont kívánom én is. Szóval nagyon izgalmas ez az esztendő, hiszen csak amit a felvezetőben, ahogy sorjáztam, végignéztünk, tényleg olyan történelmi személyiségek, és szándékosan használom ezt a jelzőt, hogy történelmi személyiségek, mert nem csak az irodalom szempontjából meghatározóak a nemzetünk életében, hanem történelmi szempontból is. 1823 valami egészen különleges esztendő volt. Sorra hozzák ezek az akkor születettek, az akkor alkotók azokat a fordulatokat, amelyek valóban velünk élnek napjainkig is. Petőfi 200, ugye az idei esztendőnek a neve, és holnap egy rendkívüli rendezvény lesz a Debrecen Református Kollégiumban. Egy festmény visszakerül a helyére, de ez egy picit később. Nézzük először Petőfit. Hát finoman szólva viharos a viszony a Debrecennel, de meg az Istennel is. Hát igen, olyan korszakról beszélünk, amelyben egy jelentős fordulat történik a magyar gondolkodás történetében, és ennek a fordulatnak az egyik kulcsfigurája Petőfi Sándor. Ha itt Isten kérdésről és Isten élményről beszélünk, akkor odáig kell visszamenni, hogy az irodalomnak és a vallásnak, itt közelebbről a mi esetünkben a kereszténységnek közös gyökerei vannak, hiszen mind a két dolog ugyanazokra a nagy kérdésekre keresi a választ. Ki vagyok, hová tartok, honnan van a gonosz a világban, legyőzhető ez? A kereszténység ezekre egyértelmű választ ad, erre most nem kérek ki, ezek jól ismertek. Az irodalom is keresi a választ, de általában vagy a kérdés fölvetésig jut el, vagy nyitva hagyja a válaszadásnak a lehetőségét, vagy alternatívákat kínál. Közben a megszólalás módja, a válaszadás ezekre a kérdésekre az sok tekintetben azonos vagy hasonló, hiszen egy személyes kérdésre személyes válasz adható, és ez vallomás jellegű. Ez a vallomás jelleg közös az irodalomban és a hitéletben vagy a vallásban. És ezek hosszú ideig az európai kultúrában együtt menetelnek, tehát a hitvallásos elem, a keresztény jelleg és az irodalom nem válik élesen szét. Az éles szétválás az a felvilágosodás korában következik be, a 18.-19. század fordulóján, és ami korábban elsősorban Istenért, az Isten által teremtett világért, vagy üdvösségért lelkesedtek gondolkodók és írók, mostantól kezdve ez a dolog, a lelkesültség iránya az polarizálódik. A természetért, a szerelemért, a szabadságért, ezt már Csokonainál nagyon jól látjuk, és Petőfi is tulajdonképpen ugyanezeket tűzi a zászlajára. Ez azt jelenti, hogy nem fordítanak feltétlenül hátat az egyháznak vagy a vallásnak, nem hitetlen emberekről van szó, de a hitvallásos jellege az irodalomnak azért megfakul, hiszen ezek a nagy evilági dimenziók kerülnek elsősorban a középpontba. Ez így van még Kölcseinél is, ugye ő a harmadik ünnepeltünk. A himnusz némileg ellentmond ennek, hiszen az egy Istent megszólító vers. Leginkább ez a költemény fordul vissza a múlt felé, jó értelemben fordul vissza. Nem véletlenül van ott az alcímében, hogy a magyar nép zivataros századaiból, nem a századairól, hanem a századaiból. A századaiból szólal meg a költő, mint mindenkori magyar költő, és ilyen módon Kölcseinek sikerül 1823. január 22-én, amikor ezt a szöveget írja vagy lezárja,
egy pillanatban belesűríteni a magyarságnak a több évszázados sorsélményeit, ezért nagy költemény a himnusz. De máskülönben, ha a Kölcsey egész költészetét nézzük, akkor nála is az előbb elmondottak a jellemzőek, inkább a dilemmák, a sorskérdések fölötti vívódás jellemzi, és nem a határozott válaszadások, miközben a kereszténység határozott válaszokat keres és általában ad is. Tehát én azt hangsúlyoznám összefoglalva, hogy itt válik szét valahol a világi értelembe vett költészet, és a magyar irodalomban különösen figyelemre méltó, hogy az irodalmi kánon ettől kezdve nagyon erősen szekularizált kánon. Nem minden nemzeti irodalomban van így, az angol szász irodalmakban, de még a németben is a vallásos elem sokkal erősebb, de a szláv irodalmakban is, például az oroszban, gondoljunk arra, hogy ezeknek a költőknek majdnem kortársa Tolstoj, Dostojevszki, néhány évtizeddel később alkotnak, és ott nagyon, nagyon erőteljes a evangéliumhoz való fordulás. Ennek nincsen párja a magyar irodalomban a 19. században, tehát érdekes módon nálunk, miközben például az iskolázásban vagy a közéletben az egyháznak a pozíciói továbbra is erősek, az irodalomban talán egy ellenreflexként, talán az írók egy picit tiltakozásként is, vagy szabadságkeresésként is, vagy önazonosságkeresésként is, az irodalomban egy szekuláris pozíciót foglalnak inkább el, és hát ebben a hát, környezetben, vagy ebben a modellben lehet elhelyezni ezt a három költőt, Csokonait, Kölcseit és Petőfit. Maradjunk akkor még a himnusznál, de mégis nemzeti imádság születik. Tehát mégis, hogyha az egész a munkásságát nézzük, valóban igaz ez a tézis, de mégis hát a nemzet himnusza, ez ekkor születik. Így van. Ez a furcsa ellentmondás pontosan, hogy miközben a fő irány, a fő trend más, mégis az a vers válik majd, Kölcsey nem úgy írja a himnuszunkat, hogy most megírom a nemzeti himnuszt, több himnusz című költemény születik ebben a korban, hanem a közvélemény teszi himnusszá. Ez egy nagyon lényeges különbség. 1848-ban dől el ez, amikor március 15-én a Nemzeti Színházban a nemzeti dal és a szózat mellett Kölcsey himnusza is elhangzik, akkor eldőlt, anélkül, hogy ezt ott törvényesítenék. A 48-as törvények sem törvényesítik, majd csak a rendszerváltáskor válik hivatalosan, és újabban ugye alaptörvényünkkel hivatalosan deklarálta a nemzeti himnuszunká, a közvélemény tette azzá. Miért? Mert a magyarság sors élménye ebben fogalmazódik meg a leginkább. Tehát nagyon furcsa ez, hogy a nemzeti himnuszunk egy picit kilóg a sorból, nem modern vers, azt kell mondanunk ebben a korban, nem szokásos az, hogy Isten szólítsák meg, és a nemzeti sorskérdésekre Istentől kérjenek választ. Hogyha megnéznénk, és van ilyen kiadvány, amely mellé teszi a magyar himnusz mellé a szomszéd népeknek a himnuszát, akkor azt látjuk, hogy nem nagyon jellemző, itt-ott van nyoma ennek az isteni megszólításnak, de ilyen erőteljesen, mint a magyar himnuszban, a nemzeti himnuszokban általában nincs ez az elem jelen, ott általában a szabadságról van szó, a nemzeti függetlenségről, az önállóságról, és ezért van az, hogy a himnuszok többsége az sokkal pozitívabb kicsengésű. A Kölcsey himnusza egy nagy dilemmát villant föl, hogyan tovább. Ez a magyar irodalomnak különben az ősi nagy kérdése. Pilinszky Jánosnak van egy nagyon érdekes gondolata, azt mondja a magyar költészetről, hogy a európai nemzeti irodalmaknak a többsége, legalábbis a költészet vallomási irodalom, erre már utaltam korábban, a magyar irodalom pedig erősen önigazoló irodalommá válik. Én azt hiszem, hogy Mohácssal válik önigazoló irodalommá, és aztán a nagy történelmi kataklizmák ezt az önigazoló tendenciát, hajde bűneink miatt gyújt harag kebletbe, azaz miért történik velünk mind ez, ugye, amit a régmúlt Isten csapásának minősített, hajde bűneink miatt gyújt harag kebletben, ugye ószövetségi mintára értelmezi a magyar történelmet és a magyar sorsot. Ez már nem szokványos ekkor. A 19. században ez a hang idegennek tűnik, és Kölcsey mégis visszatér ehhez, mert ez az önigazoló, közösségi sorsot értelmező
irodalmi attitűd, ez nagyon-nagyon magyar sajátság. Pilinszky János sajnálkozva mondja ezt, mert ő hiányolja ezt az elemet, ő megvalósította aztán a 20. századi lírában keresztény alapon ezt a vallomásos irodalmat újra, de valóban ez, ha úgy tetszik, hiánycikk a irodalmunkban. Érdekes, az előbb mondtam, hogy az irodalmi kánonunk nagyon erősen szekularizáltá válik épp a tárgyalt korban, Petőfi, Csokonai költségi korában, és azokat a költőket, akik újra visszatérnek a keresztény elemhez, azokat valahogy úgy a partszélre tolja, és nem kerülnek be a fősodorba. Ilyen a 20. században Áprili Lajos, Reményik Sándor, Dzsida Jenő. Babicsnál is az emberit, a humanizmust hangsúlyozza hosszú ideig, főleg a szocializmus 40 esztendejében, újabban már a keresztény elem is, de még Kosztolányinál is erős a keresztény elem. Az egész 20. századi irodalomban, de különösen az első felében a nyugatosok kortársaként, főleg a franciáknál van egy nagyon erős katolikus vonulat, erről a magyar irodalom szinte nem vesz tudomást. Ez egy katolikus új hullám, Claudel például. Van magyar fordítása, de a katolikus egyház adja ki, tehát tulajdonképpen egyházi ügyé válik, miközben ez nemzetközi vagy világirodalmi vonatkozásban az egyik fő irány az irodalomnak. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes összefüggések a magyar irodalomban. És akkor most egy picit vissza Petőfihez, már csak a holnap ünnepség miatt is. Nagyon érdekes, hogy népnemzeti, nagyon fontos az összes alkotása, a magyar 19. századi magyar lelket pesdíti, és mégis azért az Isten, mint fogalom, egy-egy alkotásában mégis megjelenik. Ott van. Nagyon sok alkotásában ott van. Petőfi nagyon jól ismeri a Bibliát, ez tagadhatatlan, nagyon jól ismeri a Bibliát, és igazából nála erősödik meg az a változata a irodalmi nyelvnek, vagy beszédnek, közlésmódnak, amikor a szakrális elemek evilági tartalmakat hordoznak. A magyarok istenére esküszünk. Ez ugye, mi ez a magyarok istene? Ugye, hát nyilván visszamegy ez az ószövetségi szemlélethez, hogy Isten vezetett bennünket lángoszlopként, ugye, Petőfit idézve, mint ahogyan Mózes vezette a népét annak idején, tehát megvannak ennek a bibliai előzményei, de már egyértelműen evilági tartalmakat hordoznak. Az Apostol című nagy munkája, ugye? Önmagát írja meg benne, egy forradalmárt jelenít meg, nem keresztény értelembe vett apostolt. És hozhatnánk még számtalan példát erre. Ez az, amit a irodalom deszakralizációjának nevezünk, tehát itt van valóban egy ilyen elvilágiasodási fogalom, vagy folyamat, nem tud és nem is akar leszakadni a költészet, és Petőfi se erről a vallásos nyelvről, mert az emberek ezt értik. Tehát amikor profétáról beszél, vagy apostolról beszél, vagy keresztről beszél, hiszen a kereszt fogalmát is használja, akkor ezeket értik az emberek, hiszen a nagy tömeg, a közvélemény az még alapvetően vallásos, és vallásos egyházi iskolákba jár, tehát ezt a nyelvet ismerik. Tehát itt történik az az átmenet, amikor ezek a fogalmak, mint nyelvi panelek még élnek, azt sem mondhatnám, hogy teljesen függetlenek a vallásos tartalomtól. Tehát Petőfinek a szabadságeszménye, vagy a szerelemért való lelkesedése, a családért való lelkesedése, annak van valahol egy vallásos tartalma is. Nem válnak ezek élesen szét. Tehát amikor a költő verset ír, akkor benne, sem Kölcseiben, sem Petőfiben ezek a fogalmak, hogy szakrális, vagy evilági, vagy vallásos, vagy keresztény nem működnek, automatizmusok működnek, és azt a pillanatot kaphatjuk el itt, amikor még ebből a egyetemes keresztény gondolkodásból érkeznek a költők, de a költői tárgyak nagyobbik része már evilági kérdések felé irányul. És a kettő találkozik össze. Ezért izgalmas ez az egész.
És az is izgalmas, amikor egy-egy Isten tiszteleten a prédikációt megerősítve elhangzik egy-egy vers, akár még ebből a korból is megerősítve, hiszen az Istenkeresés a létkérdése válaszokat talán a költők is segítenek adni a mindennapi gyakorlóknak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát invitálunk ezúton is mindenkit holnapi eseményre református kollégiumban, délután 2 órakor egy emléki ülés Petőfi 200 keretében. Köszönöm, hogy elfogadta. Én is köszönöm. Köszönöm. Takács Béla református lelkész, múzeum igazgató, a néprajztudományok kandidátusa és a Magyar Református Egyház művészet kiemelkedő kutatója volt. 25 éve, december 15-én hunyt el. Ebből az alkalomból a Debrecen Református Kollégium Múzeuma megemlékezést és kiállítást szervezett. Sokan gyűltek össze a Debreceni Református Kollégium régi kántustermében, ahol egykori munkatársak, barátok és családtagok elevenítették fel személyes történeteken keresztül Takács Bélának, a Magyar Református Egyház művészet kiemelkedő kutatójának az alakját, és emlékeztettek munkásságának főbb fordulópontjaira. A sorokban ül Takács Ádám, Takács Béla kisebbik fia, aki hangsúlyozta, édesapjának a családján kívül a legnagyobb örömforrást a munka jelentette, vagyis az intellektuális tevékenység, amit végzett. Mint tudósra is emlékszem rá, hiszen meghatározó volt az életemben, az én karrierem alakulásában az a személyiség, ami ő volt, és amiből rengeteg átragadt rám, és erre büszke vagyok. Tudom, hogy ő is büszke volt arra, amilyen pályán elindultam, és egy olyan emberről beszélünk, akinek az egész életét átfogta a tudománnyal való foglalkozás, meg a vallásos hit, és ebből a környezete és a családja is rengeteget profitált. Takács Béla idősebbik fia, Bolvári Takács Gábor a megemlékezésen a derű és a humor felől közelített édesapjához. Néhány hangulatot és emléket idézett fel arról az időszakról, amikor Debrecenbe költöztek. Számunkra természetes volt, hogy könyvek lesznek körül otthon, hogy apánk sokat ír, sokat publikál, hogy a könyvei vannak a polcon. És egyfajta példaadás is volt ez, mert ugye paraszti családból származott, és a 8 testvér közül ő volt az egyetlen, aki tovább tanult Sárospatakon tehetségvizsgásként, és ez számunkra is egy példa értékkel bírt, hiszen mi is Sárospatakra mentünk vissza a gimnáziumból, szülővárosomból az öcsémmel együtt, és valamilyen módon az ő útját járjuk mind a mai napig. Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium múzeumának igazgatója Takács Béla szakmai pályáját vázolta fel. Szerinte Takács Béla alakja megkerülhetetlen a debreceni és a sárospataki református művelődés történetben. Ő alkotta meg azt a rendszert, aminek keretében leírások születtek, kartonok, rendszerezések. Ő indította el a gyűjtések folyamatát, meg értelmében az adott kerületben Tiszánénen és a Tiszántúli Református Egyházkeretből érkeztek be hozzánk lenódiumok, református urasztali edények és textíliák. Ő írta ezeket le, történetileg ő készített ezekről pontos áttekintéseket monográfiákban és apró cikkekben, épp úgy magyar és nemzetközi nyelven hasonlóképp megszólaltatta ezeket a témákat. És bizony ő az az ember, akinek köszönhető, hogy az úgynevezett református egyház művészet, mint olyan, mint fogalom, teret nyert a szakmában, elfogadottá vált. Az évfordulóra a lelkész hagyatékából kamara kiállítást is rendeztek a Református Kollégium régi kántus termében. Átfogó kérdőivel méri fel az istentiszteletre járók szokásait a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség és a Debreceni Egyetem Doktoranduszok Kisárpát Közhasznú Egyesülete. A kezdeményezés az Értsük Egymást nevet viseli. Az egyházközség vezetősége fontosnak tartja, hogy ismerje az emberek véleményét az alkalmaikról, arról, hogyan érzik magukat a gyülekezetben. Értsük egymást, ezt a nevet kapta a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség legújabb kezdeményezése. A kérdőívben szó esik a vallásgyakorlásról, a személyes hit megéléséről. Országos tapasztalat, hogy egyre kevesebben látogatják az istentiszteleteket. A kérdőívre adott válaszokból kiderülhet, mi állhat ennek a hátterében, és hogyan érzik magukat az emberek a gyülekezetben, illetve mit gondolnak a hitéleti alkalmakról. Az a célja, hogy feltérképezzék azt, hogy a templomba
járó hívek mit gondolnak a gyülekezet életéről, az egyes alkalmakról, az egyes szolgálatokról, illetve megpróbáljuk megkeresni azokat az okokat, amelyek a távolmaradók távolmaradását tudják megmagyarázni. És lényegében ezt a három célcsoportot igyekeztünk elképzelni magunk elé, amikor a kérdőívet megalkottuk, tehát azokét, akik rendszeresen látogatják az alkalmakat, azokét, akik egyáltalán nem, és azokét, akik olykor-olykor megjelennek a gyülekezet különböző eseményein. A kutatás a hagyományokat tisztelve szeretné megszólítani a ma emberét. Jelenleg a nagytemplomi gyülekezeti tagságnak 40%-a látogatja rendszeresen az istentiszteleti alkalmakat. Az istentisztelet az egyik legfontosabb hitéleti alkalom, amikor az emberek megélhetik Istennel és az egymással való találkozást. Éppen ezért a 2023-as év az istentiszteletével lesz a gyülekezetben. Olá István lelkipásztor kiemelte, tapasztalataik szerint jelentős a spirituális éhség az országban. Vannak lelki terhek, vannak lelki problémák, amik megoldásra várnak az emberek életében, és hiszünk abban, hogy az egyháznak nagyon jó válaszai vannak ezekre a kérdésekre, amit a Biblia alapján tudunk hirdetni és elmondani, és minél több emberhez szeretnénk ezeket a válaszokat eljuttatni, hiszen az egyház, azt látjuk, ha visszanézünk a történelmet, vagy évszázadokon keresztül illetékes volt ezekben a kérdésekben, és mi újra szeretnénk visszaállítani az emberek életébe azt, hogy igen, nyugodtan fordulhatnak hozzánk, jöhetnek, itt bátran feltehetik a kérdéseiket. Az online kérdőíveket január végéig lehet kitölteni az evasis.unidep.hu oldalon. Te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Lukács evangéliumából szól Jézus tanítása és egyben meghívása, ami a követésre hív. Az örömhírt Nagy Bettina lelkész tolmácsolja. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliuma 9. részéből, az 57. verstől a 62. versig a következőképpen. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Eddig Istenünk írott igéje. Kedves ige hallgatók, a Krisztus követése válaszút elé állít, döntésre hív, vagy teljes szívvel, mindent hátrahagyva követem őt, vagy egyáltalán nem is vagyok az ő követője. Ez nem megy fél szívvel, nem tudom csak egy kicsit követni az Úr Jézus Krisztust, hanem a magam teljes életével, mindenemet odaadva tudom őt követni. Nem választhatom meg annak az időpontját sem, amikor ő elhív, hanem amikor hangzik a hívás, amikor meghallom az ő szavát, akkor az a feladatom, hogy azonnal elinduljak. Kövessem őt akárhova is akar hívni, elinduljak abba a szolgálatba, amelyre ő indítani akar. A felolvasott igeszakasz három olyan élethelyzetet állít elénk, amikor a Krisztust követő ember szembesül a követés árnyoldalaival is. Ekkor igazán kiderül, hogy vajon engedelmesen tudom követni az Úr Jézus Krisztust, vagy csak felszínesen kapcsolódok hozzá. Megtudhatjuk ebből az ige szakaszból, hogyha a Mester útjára akarunk lépni, akkor számolnunk kell azzal is, hogy tanítványként mi sem leszünk különbek nála. Ahogy Krisztus,
úgy nekünk is meg kell élnünk, hogy ez néha szűkölködéssel jár. Mint ahogy a felolvasott ige szakaszban is láthattuk, hogy az emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Ő nem azt ígéri, hogy a követés által egyszeriben a világ összes kincse a miénk lesz, hanem azt ígéri, hogy lelki kincseket gyűjthetünk általa. És hogyha valóban tiszta szívvel követjük őt, akkor elérjük azt a pontot is, hogy nekünk már nem is kell semmilyen földi kincs. A legnagyobb kincset Jézus Krisztusban megnyertük. Ő azt ígéri nekünk, hogy megerősíthet minket azokban a helyzetekben, amikor azt tapasztaljuk, amit ő is. Az emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Ő ott van velünk ezekben a helyzetekben. Fogja a kezünket. Ő már megtapasztalta mindezeket, és azért akar ezen az úton vezetni minket, mert ez visz az örök élet felé. Azt is tapasztalhattuk a felolvasott igeszakasz során, hogy meg kell élnünk azt, hogy Jézus nem akarja számunkra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyek azoknak a feladatai, akik még nem ismerték meg őt, akik nem tapasztalták meg azt, hogy milyen Krisztust követni. Hadd temessék el a halottak a halottaikat. Azért kéri ezt tőlünk, ami Urunk Istenünk, mert ő mindenestül akarja az életünket, hogy ne kezdjünk el visszatáncolni, visszalépni, hanem kövessük őt, és hirdessük az Isten evangéliumát. Végül pedig egy olyan élethelyzetet állít elénk, amikor Krisztus arra tanít minket, hogy egyedül az válik alkalmassá az Isten országára, aki mer mindent hátrahagyva követni őt. Nem a régi ügyeket akarja intézgetni, nem az óemberi problémákkal foglalkozik, hanem azokat elfelejtve előre néz a Mesterre, akárhova is hívja őt. Hát adja a mi Urunk Istenünk, hogy merjünk engedelmesen rálépni arra az ösvényre, amelyre ő hív, merjük őt bátran követni, és tegyük ezt teljes szívvel, mindent hátrahagyva, hogy alkalmasak legyünk az Isten országára. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy Te követésre hívsz minket, és hogy ehhez erőt is adsz. Adj nekünk bátorságot mindent hátrahagyva követni Téged. Maradj velünk mindennapjaink során. Add a Te lelked vezetését Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!